Nagy utazásunk során az olaszországi L'Aquilában álltunk meg, amelyet 10 éve egy földrengés rázott meg. Házakat, otthonokat pusztított el, és megölt 309 embert. Egyik fő terén állunk, és amint ez a mögöttünk álló darukon is látszik, még most is épülőben van. Amint az jól látható, az épületek többségét még mindig állványok takarják. Hatalmas újjáépítés zajlik még most is. 10 év múlt el a földrengés óta, és sok probléma került felszínre az újvárosi lakásokkal és építkezésekkel kapcsolatban. Pontosan. Olaszország kapja a legtöbb európai szolidaritási pénzt. Két emberrel, Andreával és Stefániával találkozunk, hogy jobban megértsük, mi történt az elmúlt 10 évben, és hogy élnek az emberek 10 évvel a földrengés után. A halottak közül sokan diákok voltak. Andrea és Stefania is diák volt még 2009-ben. Ciao, come stai? Bene. Rémület, szintiszta rémület lett urrá rajtam. Sírtam is, mert a lakásunkból látni lehetett az óvárost. Így rögtön láttuk, mekkora tragédia történt. Láttuk füstölni az összedőlt házakat. Tudtuk, hogy sokan haltak meg, és hogy ezek a házak leomlottak, hogy valami borzasztó történt. Az EU 350 millió euróval támogatta egy átmeneti szállás megépítését L'Aquila külterületén. Az építkezést Silvio Berlusconi kormánya felügyelte. Egyes feltételezések szerint visszaéltek a pénzzel. A házak rossz minőségben épültek, és a beruházásokba bűnszövetkezetek épültek be. Egyes házakról leomlottak az erkélyek, másokban bepenészedett a fal. Gond volt a padlókkal és a vakolattal is. Ez sok ember életét megkeserítette. Delle infiltrazioni che hanno poi causato dei danni agli intonaci e L'Aquila non ne ha risentito. Egy kopítói asszony látta, hogy forgatunk, és behívott a lakásába. Sokakat ismert, akik életüket vesztették a földrengésben. Egy nagyon kedves barátom, a gyerekei és az unokáim gyerekorvosa. Nagyon sokat sírtunk. Pediatra dei miei nipotini. Diciamo che abbiamo sofferto. Marcella Del Vecchio ebben az újvárosban 10 éve él magányosan. Mégis úgy gondolja, hogy az EU támogatta őt, és szavazni is fog a májusi EP választáson. Biztosan elmegyek szavazni, kötelességem, szerintem csak így tudok köszönetet mondani. L'Aquila történelmi belvárosa felé haladva Andrea arról beszélt, hogy mennyire nehéz újraindulniuk a vállalkozásoknak. Ez a Piazza San Baggio régebben népszerű volt az éjszaka szórakozók körében. Rengeteg bár volt erre felé, sok időt töltöttünk itt. Noha mindenfelé építkezéseket látni, sokan mégis úgy érzik, az Európai Unió magukra hagyta őket. Egyáltalán lát minket az EU? Szeretném tudni, észrevettek minket? Érti a különbségeket? Érti, hogy mi folyik itt? Ezt az Európát olyan rendszer hozta létre, amit el kell pusztítanunk és újjá kell építenünk, mert nem működik. A földrengés előtt el akartam menni, nagy terveim voltak. De azóta ehelyett sokkal jobban kötődök ehhez a városhoz. Remélem, újra tele lesz emberekkel az óváros, egyre több szórakozási lehetőség lesz, és az emberek újra mosolyognak majd. Pontosan, Olaszország kapja a legtöbb európai szolidaritási pénzt,
Két emberrel, Andreával és Stefániával találkozunk, hogy jobban megértsük, mi történt az elmúlt 10 évben, és hogy élnek az emberek 10 évvel a földrengés után.